Az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány egy olyan négyrészes konferencia sorozatot indított, amelynek témája az energiahatékonyság és a biomassa hasznosítása. A nyitó konferencián az együttműködések határon átnyúló lehetőségeiről is beszélt Szuhócki Gábor, a rendezvény sorozat házigazdája. Alapítványunk, az Integráció Minőségi Fejlesztésért Alapítvány célú tűzte ki, hogy egy négy programból álló konferencia, illetve workshop folyamban megpróbálja a helyi vállalkozókat, az önkormányzatokat és a civil szervezeteket a legújabb energiahatékonysági, energiatakarékossági és megújuló energiával kapcsolatos tudással felvértezni. Fontos, hogy a négy programnak alapvető eleme, hogy a Kárpátalja és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozók megismerjék egymást, és megnézzük, hogy melyek azok a fejlett technológiák, amelyek segítségül lehetnek Kárpátalján is. A rendezvényen Sikolya László, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Gazdaságtudományi Intézetének igazgatója arról beszélt televíziónknak, hogy az egyetem képzései a felmerülő legkorszerűbb hazai igényekre is reagálnak. Az energetikai szakmérnök képzés, mérnökök, akik már mérnöki diplomával rendelkeznek, másoddiplomás képzésre, szakirányú továbbképzésre hivatalosan nevén be tudnak jelentkezni egy költségtérítéses képzés. Három modulból áll, van egy hagyományos energetikai része, egy foszilis energiára épülő, egy megújuló és egy atomenergiára épülő modul. Arra számítunk, hogy ha bővül Paks, illetve a megújuló energiákra nagy szükség van, akkor ezek a szakemberek helyt tudjanak állni a munkaerőpiacon mind a három területen. Sikolya László hozzátette, az energetikai modul minden mérnök szakképzés része a Nyíregyházi Egyetemen, így a gépész, mezőgazdasági, élelmiszeripari gépészmérnök, az agrármérnök, valamint a közlekedésmérnök hallgatók is részt vesznek energetikai képzésben.